Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és már folytatom is az ilyen kis mini részeket, amiben rendezési algoritmusokat mutatok be. Méghozzá hát elsősorban olyanokat, amiket meg is tudtam csinálni, meg azért valljuk be, hogy kedvem is volt, azért nyilván az is egy tényező. De volt, ahol a tudás is egy tényező volt, mert egész egyszerűen hogyha én csak ilyen fiskális módszerrel megcsináltam volna egyik algoritmust, kidolgoztam volna, akkor az inkább memória pazarlás lett volna, mint sem hatékony algoritmus. Sebesség szempontjából talán még hatékony is lett volna, de memória szempontjából borzasztó lenne. Tehát ez 42 soros volt. Válasz az univerzum legvégső kérdésére. És akkor jöhet az első. Azt hiszem, ezt kell nyomni. Émet, tehát a híres neves mondhatni. A híres neves QuickSort. Ugye többinél nem is írtam át a program nevét, a szuper jó, hogy azért nem láttam át már az első videóban sem. QuickSort, tehát azért látszik, hogy ez quick, quick, de azért a 42 meg az 54 sor már az nem teljesen ugyanaz még akkor sem, hogyha itt egy óriási nagy űr van de hát ezzel együtt is, hát 52, t az óriási nagy űr az két sort jelentett tehát a quicksort az már, megint csak nem tudom hogy az insertionhoz hogy viszonyul a sebessége de ez már nem hiába a quicksort, ez már a a komolyan vehető rendezési algoritmusok közé tartozik, ami a működési sebességet illeti a működési elve, illetve lehet, hogy ennek is van többféle, amit én ismerek, az az, hogy kiválasztunk egy teljesen tetszőleges elemet ezek közül a számok közül. Ezt is nem tudom, hogy hogyan fogom emulálni nektek. Nem tudom, hogy a, hogy a beépített számológépben van-e valami random. Esetleg valami más nézetbe persze. De hogy itt nem tudok e olyat csinálni. Ezt például őszintén szóval nem is tudom mi ez az RSA. Mert szerintem éppenséggel lehetne is benne random, mondjuk az meg a leggázabb lenne, hogyha ott van és nem veszem észre. Na, tekintsük úgy, hogy sajnos nincs. Akkor 53, amúgy is az a szerencse számom, úgyhogy most az 53 lesz a, a selektor, hogy úgy mondjam. Ezt is nyugodtan hívhatnak ilyen alapon Selection Sortnak. Akkor most mit csinálunk? Tehát eltároltam, hogy az 53 a szelektor. Azt csináljuk, hogy készítünk egy másik tömböt, amibe elkezdjük az újra sorba rakást. Tehát itt nem cserélgetek, csak bonyolult, tehát tenném a saját dolgomat, hanem itt két tömbbel operálok, amiben oda-vissza pingpongozom az adatokat, hogy ne kelljen ilyen másolgatásokat csinálni. Tehát végig megyek a felső tömbön, és ha olyat találok, ami nagyobb az 53-nál, akkor a töm végére írom a számot, és nyilván két változóban eltárolom, hogy hol van jelenleg a tömb eleje, meg hol van a vége, és akkor a végére odaírom, és egyel csökkentem, hogy hol van a vége. Tehát így a 81 lenne az utolsó, aztán az 1 az nyilván az elejére íródik, az egy lenne az első, az 54, az a 81 után köz következne közvetlenül. Szóval, én remélem, hogy el tudjátok képzelni, tehát 1, utána a 7, utána a 36, utána 20, utána az 53-at a sehova nem írom egyelőre, a 41, 20, 21 2 és akkor nyilván ide fog majd kerülni az 53 de ezt én még most vegyük úgy, hogy nem tudom úgyhogy most hátulról megnézem, hogy oda mik jönnének hiszen nyilván a szélére írom az elejétől fogva, akkor amikor így utólag erre állítom, akkor hátulról kell néznem. igazából de azon gondolkozom, hogy nekem azért van pár nagy hibám. Egyrészt, hogy mindent baromi lassan csinálok. Még lehet, hogy hasznos is, amit csinálok, de túl lassan. Másrészt, hogy mindig felveszem a mondat végén a hangsúlyt. Harmadrészt pedig, hogy szerintem túl sokszor mondom erre, közelmúltban kezdtem így gondolni. Túl sokszor mondom azt, hogy minden esetre. Itt Péter az asszem mindenféleképpen. Na, tehát közben el is készültem. És akkor mit kell csinálni? Egészen egyszerű, hogy mondom, a... itt marad egy üres hely, tehát nyilván, ha előről a következő számjegyet írnám, azt ideírnám, ha hátulról a következő írnám, azt ideírnám, tehát ide az 53 jön. Lehetne az is, hogy több 53 szerepel, akkor nyilván lenne hézag a legelső meg az utolsó beírt között. Tehát ott egyszerűen egy ciklussal, hogy ahány hely még üresen marad középen, oda mind, mindre beírom a szelektor számot. És akkor innentől kezdve meg egészen egyszerű dolog. Erre a rész, rész, listára, meg erre a rész listára megismétlem ugyanezt a módszert. Amíg oda nem jutok el, hogy már egy, vagy nem tudom, hogy lehet-e nulla hosszú, de hogy már úgy osztottam fel, hogy egy vagy nulla hosszú ö, részlista marad, amit kéne még tovább rendezni, mert akkor azt már rendezetnek tekinthetem. És ez így tényleg viszonylag hatékony, és itt jön képbe az, amit mondtam a rekurzióval kapcsolatban, hogy én amikor ezzel így végeztem, hogy így kialakítottam ezt a tömböt, akkor meghívom egyszer saját magát erre a részre, aztán saját magát erre a részre. Ha normálisan bánom memóriával, akkor nyilván miközben kikalkulálja ezt a részt, amíg teljesen sorban nem lesz rakva, addig 50 milliószor elvesztené, hogy hol volt az eleje, meg a, a vége, azok a segédváltozók, amik tárolták, hogy meddig vannak a nagyobb számok, meg meddig a kisebbek, már régen elveszítené annak azt az értékét, hogy itt kell a másik végét sorba rakni, de mondom, ennek a memória másolásos trükknek segítségével a rekurzió mégis úgy működik, hogy hasznos legyen, és nem veszíti el az értékeket. Ezt meg mégse így kéne elmenteni. Szóval nézzük, hogy hogyan néz ki ez a gyakorlatban. Jó, még eddig nem is pazaroltam el annyira sok időt. Viszont a mondat végig hangsúly az mindig fölfelé az kötelező. Hát igen, látszik azért, mert ez kicsit hosszabb. Azért még ez se vészes, de már kicsit hosszabb. Tehát ugyanaz a módszertan, mint eddig, hogy tömböt kell használni. Hm. Azt hiszem, eddig úgy volt, hogy a selection kellett neki egy paraméter, a kezdő, hogy hol végezzel ezt a Selection cuccot. Aztán az insertion azt hiszem, hogy csak egy, mert az mindig normálisan ciklussal dolgozott, itt meg már egyenesen három. Ez érdekes. De azt szóval a Merge-nél is, ami még hátra van, annál is ugyanennyi van. Tehát itt kell is egy segédtöm, mondom, hogy ne kelljen másolgatni, meg ilyen csinálni, amiket eddig csináltunk. Kicsit praktikusabb lesz, tehát a köv 1, meg köv 2, ezek, amik mondtam, hogy elindulunk a tömb elejétől a tömb végéig, és ha kisebbet találunk, akkor nyilván az elejére írunk, ha meg nagyobbat, akkor a végére. A pick az ugyebár az aktuálisan választott szám, a szelektor, ahogy most hívtam. Az i az meg a ciklus változó, ahogy mindig. Tehát elindulunk, hogyha mondom, hogyha a tömnek, amit itt sorba akarok rakni, a hossza az nulla vagy kisebb, nem tudom, hogy lehet-e kisebb biztosra, de mintha talán lehetne is. Tehát, hogyha hossz az nulla vagy kisebb, akkor vége. Akkor már meg is oldottuk a problémát. Aztán a köve hogy hány tol, tehát nyilván az beállítom a a tömnek a vizsgált részének, hiszen nem feltétlenül az egész tömbre alkalmazom, a vizsgált részének a bal szélére, úgy szóval a köv pedig a jobb szélére. Utána, ahogy mutattam, pikkelünk, kihúzunk egy véletlenszerű számot, de hát úgy, hogy beférjen az intervallumba. Ez úgy kalkulálódik ki, hogy a hánytól a legkisebb érték, a randomba akármit írok bele, annak a legkisebb értéke nulla, tehát ha hozzáadom a hánytól, akkor lesz a legkisebb értékem hánytól. A legnagyobb érték pedig úgy jön ki, hogy a hányigot szeretném ugyebár kihoz, kihozni. Hogyha beírom azt, hogy hányig, akkor a legnagyobb érték az hányig mínusz egy lesz. Éppen ezért inkább azt írom be, hogy hányig plusz egy. Viszont a hánytólt azért kell levonni, mert itt úgyis hozzáadódik. Tehát ide a legnagyobb érték, ami kiértékelődhet, az az egyel kisebb, mint ami be van írva, tehát a hányig mínusz hánytól, és ha ehhoz hozzáadom a hánytól, akkor meg is kaptam a legnagyobb értéket. Tehát random pikkeltünk egyet, és akkor elmegyünk a tömbnek a vizsgált részében, tehát nyilván a legelején, az elejétől a végéig, és megnézzük, hogy Hogyha nagyobb a kiválasztott szám, mint az éppen vizsgált, akkor mondom, az elejére írjuk azt az adott számot, és az elejét azt egyel a réptól számoljuk most már. Hogyha meg nagyobb az éppen vizsgált szám, mint a választott, akkor a végére írjuk, és a végén levőt azt meg nyilván csökkenteni kell és aztán mondom, a maradék helyek, azok nyilván, ami a köve és a köv 2 között maradt, azokat már egyszerűen a pikkel feltöltjük, hiszen ami se nem kisebb, se nem nagyobb, az a matematika szabályai szerint egyenlő. Úgyhogy azokat már mind pikkel tölthetem fel. Ezek után egész egyszerűen, mivel eddig a, töm, a temp bedolgoztam nem magába a T-be, Mondom azért, hogy ne kelljen össze, össze, cserélgetni, hanem békésen megmaradjanak az értékek. Ezért szépen lemásoljuk a változott szakasz, az nyilván a hánytól hányig volt, hiszen eleve on, ott mentünk, meg onnan választottunk. Szóval azt a szakaszt kell átmásolni a tempről, az eredeti tébe, és aztán megismétlem a rendezést, ahogy mondtam, az elejétől köve 1 ig egyig, hiszen utoljára a növelés volt, tehát a kövegyedik elem, azon még itt volt szám, utána megnöveltem, úgyhogy a végén egyen nagyobb számra fog mutatni, mint ahol a kisebbek voltak. Azért ezt az egyet levonom, itt meg mivel a végén nyilván még egyen lecsökkentettem. Fenébe, hogy most nem működik a kontrollos kijelölés. Ja, csak a decimal amit én definiálok, arra működik. Érdekes. A billentyű parancsokat is csináltam. Csináltam, hát. Menő. Tehát a végén még volt egy extra csökkentés, úgyhogy csökkentés de éppen ezért ahol ténylegesen a nagyobb számok voltak, az még egyen fölötte van. És azt meg már a legvégéig kell. Hánytól hányig. És akkor itt is utána már csak tesztelni kell, azt hiszem, hogy itt nem is csináltam más eljárást. Így is van. Ezt meg is nézhetjük működés közben. Igazából az előzőt is megnézhetjük volna, azt hiszem azt végül nem néztük meg. Na itt mondjuk megint csak azt számolom össze, látható sorban, van, amiből feltűnően sok van mondjuk a 7-es. Hogy nem mondhassátok azt, hogy 17-eset hát az már megint nagyon a szélén van, ami nagy szám hát a szélén van a bug illetve a szélén nincs a bág. Most nézzük meg, hogy a hetesnél se fog ez előfordulni. Itt egy hetes, remélem most mozog az egér, de az előzőben mozgott, az biztos. Itt a másik, itt meg a harmadik. Szóval ezt is elfogadhatjuk hangosnak és működőnek. Úgyhogy végül is az utolsó, amit így megcsináltam, nem biztos, hogy lesz egyáltalán több, az biztos, hogy most nem így egy Szóval az utolsó videó közelít, de egyelőre köszönöm, hogy ezt megnéztétek. Sziasztok!